A Mi Hazánk mozgalom kiemelten fontosnak tartja a magyar KKV szektor erősítését, tehát a kis és közepes magyar vállalkozások védelmét, erősítését. Szerintünk egy új adópolitikára lenne egyébként is szükség, egy olyan adópolitikára, amelyik nem agyon adóztatja őket és a bürokráciával megfojtja. Most jelen esetben a kifejezetten kisebb magyar vállalkozásokról szeretnék néhány szót ejteni, azokról, akik az úgynevezett alanyi áfamentesség hatája alá tartoznak, ami azt jelenti, hogy 12 millió forintig, tehát ez az értékhatár, ameddig nem kell áfát fizetniük, csak hogy jelen pillanatban 2019 óta ezt a 12 milliót nem emelték, és az azóta eltelt időszak, a brutális infláció mind azt a következtetést vetíti ki számunkra, hogy ez már egy régóta elavult szám, ez a 12 millió forint. Főleg, hogyha tekintetbe vesszük, hogy 2018 őszén az Európai Unió bizottsága is azt jelentette ki, hogy 48 ezer euróig megengedi a tagállamoknak, hogy ezt emeljék. Ez akkori árfolyamon véve 15 millió forintot tett ki nagyjából, jelenlegi árfolyamon pedig már nagyjából 19 millió forint, de a legutóbbi szabályozások szerint akár 85 ezer euróig is megengedhető, hogy feljebb tolják az értéket. Határt, ezért a Mi Hazánk mozgalom azt szorgalmazza, hogy legalább minimum 20 millió forintra módosítsák ezt az értékhatárt, mert ez kell ahhoz, hogy túl tudjanak élni ezek a magyar kisvállalkozások, és ez is erősíteni tudná a magyar vállalkozások versenyképességét.